Nos, üdvözlök minden kedves résztvevőt itt a Tibi Atya versus Trollface visszavágón, ezúttal a Humbák művekből. Na hát itt azért nehéz lesz kitölni, de elég egy kontra gyors játékosokkal, megpattanó labda. És majdnem ott volt az első találat. Nincs visszajátszás, mert ugye a Bernabeu-ban egyértelmű, hogy a fehéreknek fújnak. Az igen, az egy lefizetett játékos volt, kérem szépen, vezet a troll foci. De, hát megeszem a kalapom, ha ez nem megrendezett volt, kérem szépen. Tibi atya már lehet, hogy felemelte a kagylót és intézett egy-két telefont, hogy itt változásokra van szükség a csapatháza táján. Távol is, hát itt mikre nem képesek? Igaink közben a gól örömmel szerintem fölteszi az ira a pontot, így van. Dupla, kérem szépen, majd a pultnál is ez lesz szerintem az ünneplésnél. Benzema, hát őt szerintem a legtöbb Real Madridos eladná egy kiló kenyérért. De talán Modric. Azt micsoda gól! Hát Modric! Ilyen egy horvát labdarúgó bokából megoldja. És nem a Pál utcai fiúkra gondolok, hanem abból, hogy gyönyörű lövés volt. Alig van már idő. És jelenleg ugye a Juventusnál van a labda. Így van. Ez most egy nagyon szép passzolgatás. Gyönyörű akció! Hát a srácok itt szórakoztak eddig szerintem. Itt az utolsó percben mutattak egy ilyen tinglitanglit, és ott a gól. Hát hol volt ez eddig, kérdezem én? Hát lehet, hogy eddig háttal ült a delikvens, de nem igaz. Úgyhogy nézzük, 3-1 egyelőre, úgyhogy az első visszavágás ugye sikerült az eredmény tekintve. Hát itt a vége, fuss el vége az első mérkőzésnek, hiszen ugye letelt a 90 perc. 3-1, úgyhogy megvan tehát az első visszavágás Tibi atyáiknak. Úgy tűnik, hogy a hazai pálya egyébként mind a két oldalnak nagyon kedvezett. Úgyhogy azért itt a következő meccsben nyilván eldől majd az egész párharcnak ugye a menete. Hozzátenném egyébként, hogy ugye nem akármilyen mérkőzés, annak ellenére Trollfoci és Tibi atya küzdnek egymással, vagy hát legalábbis ugye a játékosai, hiszen azért ez mégiscsak egy elősója a V4 Future Sports Fesztiválnak. Megint kezdheti előről az építkezést ugye Krisztián. Ez így most jó. Emre can do it? Nem tudja egyelőre. Ez egy kőkemény belépő volt, viszonylag jól helyről jár a szabadrugás, megnézzük, hogy hogyan kell elvégezni egy szabadrugást a gyors talpaló után, meg nyilvánvalóan. Hát itt szerintem megpróbálja majd Firmino kapura lőni, van azért vér a pucájába mellé! Na, Tibi, hogy a féle csapat nem akar semmit a véletlenre bízni! Hát ez már csalás. Ilyen nincs, hogy mindent kivéd az a német kapus. Én le kell cserélni. Rövidre. Ott a gól! Megvan a vezetés! Egy jó nagy kortya sörből, és akkor mehet tovább. Persze, hát lehet tapsolni. Örjöngeni kell. Vezet a Humbák művek, kérem szépen! Megint jön vissza a labda. Ez egy nagy lövés, azért távolról nem lesz egyszerű. Az 11-es! Az bizony 11-es! Egy buta becsúszás hátulról. És bizony, az egy büntető, nézzük vissza. Ó, hát ez nem, hogy 11-es, ez 3 év börtön letöltendő. Nézzük akkor a büntetőt, Firmino. Hál' Istennek nem látjuk a nyilat, hogy ő merre lövi. Na de ki tud-e fogni Neuer? Adján, nem! Hát, magyar bajnokikon nem látunk ilyen félelmetes büntetőket. De a lényeg az, hogy kegyetlen 11-es volt, szerintem a szó legnemesebb értelmében. Marad az 1-0. Mondjuk talán egy ilyen eladott labda, vagy veszélyes passz után nem. Ez sem engedélyezi egyelőre a Liverpool. És ebből még egy újabb támadás is lehet. Klein. Szép passz. Középen. A legtöbb támadás egyébként középen megy, mert miért ne? Távolról kell lőni. Ott a kettő. A 11-esből nem megy. Akkor 11 méterről bal lábbal egy akció után. A replayt nem nézhetjük meg.
sajnos azt a szerződést nem tartalmazza. Úgyhogy be kell érnünk az élőképpel. Mindenki képzelje el fejben, hogy hogyan is történt ez a gól. Lewandowski megsérült. Szerintem a gól az tasra tette a lelki világát. És ő szíve szerint lemenne a pályáról. Rövidre megint, ott egy lövés, és egy védő bombázza ki. Nagyon nagy lehetőség maradt ki. 2-0-val tehát véget ér Tibi atyáiknak a győzelmével, ugye. És nagyon fontos, hogy összesítettben 2-2 lett a végeredmény. A döntésről nem tudom, majd eldöntjük, hogy melyik oldal volt a jobb, de én egy tulajdonképpen egy igazságos döntetlenbe egyeznék ki az úriembereknek. Egy nagy tapsot, hiszen óriásit küzdöttek. Tibi atya versus Trollfoci. 2-0, hazai pálya előnye, ugyebár sokat jelent. Én el is köszönök egyenlőre szerintem, és akkor Robi a szó. Sziasztok!